estét. Jó szórakozást! Az idei mi koncertünk, mivel nyitó helyzetbe került, ünnepi, de örömteli akart lenni, és remélem, hogy az is lett. Szórakoztató zenét hoztunk a régi korokból, egyrészt az asztali örömök felől, tehát evés, ivás. A régi magyaroknak az asztali örömök társasági alkalmak. Ha egy ilyet éneklünk együtt, az tulajdonképpen azt csináljuk, amit 300 éve vagy 250 éve csináltak a hozzánk hasonlók, akik ritkán találkoztak össze, itt is rengeteg olyan barát van, akit évente egyszer látunk, vagy több éve nem találkoztunk. Bor, 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 nincsen olyan bor, mint a magyar bor. Ettől az ifjú szerelmes, a kisasszony engedelmes, nincsen olyan bor, mint a magyar bor. Erszényünket üresíti, vinketünket nevelíti, nincsen olyan bor, mint a magyar bor. Áldja Isten országunkat, tartson Isten mindnyájunkat, nincsen olyan bor, mint a magyar bor. Volt egy másik ága a koncertnek, azok pedig csúfolók, mert az se hiányozhat. Kiken gúnyolódtak, miért? Felfuvalkodott lányok, vénlányok, vérmes vénasszony, házsártos feleség, pipogya férj, minden volt, szerintem úgy all in van. Igyekeztünk változatos kínálatát adni a kiröhöghető dolgoknak, ahogy a régi magyar szórakoztató közköltészet erre nagyon alkalmas, és ma is közérthető. Fesztivált megfogtátok, és több nem is kell érted, minden dallam meg volt, nyomandulat. Négy köst elérdem a falvit. De hát ez szenzációs volt. Mentek valahova? Mi jöttem, Kápolnáson koncertünk volt. Volt segítbelé szóltam. Isten éltesse, csak szaporodjanak. Nagyon örvendek, főleg, hogy kibírtad ezt a hőseget. Nem volt mit tenni. Puszilla, fiat. A régi zene és a népzene összeállt. Hogy állt össze ez a koncert? Már eleve 15 éve azon dolgozunk, hogy a régi zene és a népzene párhuzamait bemutassuk. Márti ugye gyűjtésekből, szájhagyomány útján, én pedig a kódexekből gyűjtök. Nagyon zavartalanul mennek a próbáink, mert hogy igazából csak mi énekelgetünk egymásnak, és kiderül, hogy ja, ezt én innen ismerem, ő onnan ismeri. Úgyhogy nagyon egyszerű az életünk így együtt, és nagyon szeretünk együtt dolgozni. Anya, imádj, iratszű, hogy ilyen port menj be, hozzá.
Mivel a hangunk, ugye a hangi adottságaink azok eltérőek, de valahogy mégis úgy össze tudjuk állítani a műsort, hogy mindkettőnk karaktere megjelenik, és együtt is hogyan szólunk. Úgyhogy ez olyan nagy öröm. Valószínűleg nem erre készültünk eddig 15 évig, hogy most ma itt játszunk, de nagyon örülünk, hogy most ide is meghívtak végre, mert nagyon sokat hallottunk erről a fesztiválról, azért ez egy nagy hírű, legendás fesztivál, de arra nem számítottunk, hogy ilyen forró szeretettel várnak. Itt mindenkit így várnak. Igen, azért lehet, hogy át kéne tenni ezt a fesztivált novemberre, és akkor milyen jó fog jönni ez a forró szeretet. Nem, hát azt mondták, hogy ilyen meleg még nem volt eddig. Hát a közönséget sajnáljuk kicsit, mert nyilván a Mikóvárban azért az a helyszín adta lehetőségek is mások, és én annyira vártam, még nem voltam még a Mikóvárban, és most az idén se jutottam el, de talán majd legközelebb. Koncertet végighallgatva olyan, mintha tényleg a régi zene és a népzene az kapcsolódna nagyon sok ponton. Ez így van. Például magyar régi zene nem él meg magyar népzene nélkül. Ez alap. És az, hogy most európai kitekintéssel mi egy kicsit betekintést engedtünk, az annak a következménye, hogy nagyon szeretünk kalandozni tematikákban is, vagy hangulatokban, tehát hogy ennek ez lesz a gyümölcse. Mert nem tudományos előadásnak készülnek ezek a műsorok, úgyis akit érdekel, utána tud nézni, elsősorban koncertélményt, zenei élményt szeretnénk adni, és olyan nagy öröm, mikor úgy érzékeljük, hogy ez sikerül. Elhallják is a csén, mikor kicsi volt, rémek vannak, aki vigyelzem, hogy nem szikult. Le programme qu'on va faire ce soir, c'est un programme qui est consacré aux premières sources de musique. Ma esti műsorunk visszatér az első írott 13.-16. századok közötti zenei forrásokhoz. Nagyon változatos, életteli és ritmikus. A tánc egy olyan műfaj, ami mindenkit felállít, és reméljük, hogy a közönségnek is lesz ehhez kedve. Úgy tartjuk, hogy a régi zene egy időtlen műfaj, a groove-ja és eredetisége felér sok későbbi zenéjével. Reméljük, sikerül a hallgatókat meggyőzni arról, hogy ez a zene kortól függetlenül mindenkit meg tud érinteni. Adapté à tous les âges et qu'elle peut nous toucher tous, quel que soit notre âge. Thank you.
Nagyon örvendünk, hogy itt lehetünk. Először látogatunk Romániába, és nagyon megérintett az a kedvesség, amivel a házigazdák fogadtak. Elcsodálkoztunk az időjáráson, mert Franciaországban nagyon hideg volt. Örvendünk, hogy ilyen szép helyen muzsikálhatunk. Remélem, egészen jól fognak szólni a hangszereink. Mesélnénk a ifjúságomról, elsősorban barátaimról, akikkel együtt énekeltem, együtt daloltam, és akikkel olyan sok kellemes percet, kellemes órákat töltöttem együtt. És amit tanultam, amit tanultunk, azt természetesen szeretném nekik is átadni, hogy ezzel ők is tanuljanak. Együttesünk zenéje a reneszánszkori táncokból áll, erdélyi táncokból áll. Régizenei mozgalom erdélyi gyökereiről, Babrik József halálának 50. évfordulója adta a szomorú aktualitást, illetve ennek párhuzamairól a magyarországi régizene mozgalommal, amiben nagyon sok mérhető vagy kirajzolódó párhuzam van, rengeteg rejtett párhuzam, ami nem is nagyon tudatosul, az akkor tudatosul, ha egymás mellé rakjuk a műsorszerkesztéseket, mi mehetett adásba a rádióban, mi lehetett meg Kottával, mi nem, amiben akár Boros Zoltán nagyszerű antológiája, akár annak a magyarországi párjai, például a Kecskés András szerkesztette Avatástól Ballagásig párhuzamos darabok is vannak. Mind kirajzolnak egy régi zenei repertoárt, Deák Endre, Babrik József feldolgozásai körbejártak a szakmában, mi is játsszuk őket. Ilyen műhelyszerű maradt ez a pici réteg zene, és akkor így már nem is annyira réteg, így már egymás rétegeit is képviseljük. A Marosvásárhelyi Főiskolán működő együttesről van szó, amit tulajdonképpen a tanárnőnk Branner Nóra indítványozott, hogy a Babrik hagyatékot próbáljuk továbbvinni ezáltal. És akkor lett egy ilyen együttes, neve nincs együttes, mert az lett, hogy régi zene együttes, a Marosvásárhelyi Régi Zene Együttes. Ez a tanárképző főiskola, amelyiknek a zene tanszékének egy szerencsés évfolyama lehettünk. Sipos Zoli, a Krasznai papnak a fia, Szőcs Dani, a Sepsiszentgyörgyi főorvos fia, Ház Sanyi, a néprajzos Ház Sándor fia, Manyi, a ős énekes, és hát Elekes Emőke, a nagyváradi, aki ugye Váradról egy érdekes hangulatot, értést hozott be az egészbe. Mi olyan népszerűségre tettünk szert a régi zene folytán, hogy 78-ban lemezt is tudtunk létrehozni, lemezünk jelent meg, és
az akkori próbák, az akkori hangulat, az akkori módszerek olyan erővel hatnak a mai napig is, hogy mindannyian aktív kórusvezetők és zenekarvezetők és régi zenélők vagyunk azóta is. Míg a szépen teljék értük, vágyó szívünk égen értük, nálunk szebb a földön nincs, ilyen minden bájos szép nő, ilyen minden bájos szép nő, ilyen minden bájos szép nő, édes egyszerű, ilyen érző, gondot űző, kedves kincs, nálunk szebb a földön nincs. Tehát így házi muzsikálás formájában léteztünk, aztán belőlünk a fiúk egy temesvári versenyre elmentek blokkflőtével, tehát egy kvartett elment oda, ők megnyertek egy első díjat, onnan hoztak, és utána én úgy emlékszem, hogy összeálltunk, és úgy, hát nem mondjam, hogy komolyabban, addig is komolyan csináltuk, de utána jöttek a többi szereplések. Brassóba, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Váradon, Temesváron. Mit jelentett akkor régi zenélni? Hát, egy teljesen új dolog volt. Én egy kisvárosból kerültem fel Vásárhelyre, hát Én szavakban nem is tudom önteni, hogy igazából, tehát egy olyan örömmuzsikálás volt ez az egész. Az egy dolog, hogy a régi zene hangulata, hangzása, az egy csodálatos dolog. Az, hogy te magad része vagy ennek, te általad jön létre, ez is egy csodálatos dolog. 19-20 évesen katonaság után természetesen mindenre nyitottak voltunk és fogékonyak. Hát minket ez a főiskolai lehetőség, hogy olyan évfolyamunk volt, hogy abba egy minden kórus szólam található volt, ezért élményszerű kórus óráink, karvezetés óráink mellett volt anyag, emberanyag, hogy régi zenélési kísérleteket is végezzünk, és hát erre a Babrik félek adták, és a Nóra elkötelezettsége a régi zene irányába, ez teljesen sínre tett. Aki abban a korszakban élt, az tudta, hogy elég nehéz éppen és tiszta lélekkel megúszni azt a rendszert. A régi zene azért volt jó lehetőség, mert a nemzetiségeken túlmutató dallamokat és retorikát hozott, és ezt nem igazán tudták az akkori évtársak apró pénzre szedni és megtámadni, és akkor hozzáértés hiányába hagyták, hogy menjen. És örömömre megkeresték ők is a maguk régi zene gyökereiket, Anton Pán, meg Dimitri Kantemir, meg ilyen bojári udvari muzsikákkal kerültek be a régi zenei körforgásba. No
noi care locuim în București, suntem din Bacău, din Buzău, din Oltenia, avem colegi din Miercurea, Ciuc, avem din Sfântul Gheorghe, din Târgu Mureș, din Cluj, și atunci este un ansamblu național, cum îmi place mie să-l numesc, și se cheamă Sempre, pentru că m-am gândit că muzica veche încă rămâne și va rămâne pentru mulți ani în conștiința publicului din România și din lume. Felicitări organizatorilor pentru că reușesc de atâtea zeci de ani, practic, să organizeze acest festival. Este cel mai vechi festival de muzică veche din România, iar publicul este absolut minunat. Chiar le spuneam colegilor care nu mai fuseseră aici, pentru că noi am mai fost o parte dintre noi și acum 2 ani și acum mai mulți ani, că abia aștept întâlnirea cu publicul, care este extraordinar de cald și extrovertit și primitor, și organizatorii la fel. Ne simțim așa ca într-un fel de vacanță lucrativă, bineînțeles, aici. Az idei téma a párhuzamok, ellentétek. Miért? Minden évben van egy témánk, ez már nagyon-nagyon sok éve így van. Tavaly ilyenkor ajánlottam először, van egy ilyen kuratóriumunk, megbeszéltük, hogy mennyi minden van a zenében, tehát a műfajok között is, és a fekete, a fehér, a nő, a férfi, párhuzamok, ellentétek, népzene, műzene, hogy hatalmas témát lehet ebből kibontani. A kuratórium rábólintott, és attól kezdve már erre fűztük fel a koncerteket. Sarkalatos pontunk, hogy erre mindig újat kell hozni nyilván, mert nem lehet ugyanazt eljátszani mindig, tehát minimum egy program készül minden évben, és az idén lett ez az Arany János, mint zeneszerző, dalszerző, ami úgy látjuk, hogy sikeres volt, a közönség is nagyon szerette. Ebbe a könyvbe, amit 1874-ben adtak ki, rögtön Aranynak a halála után, ez 10 dal szerepel. Ebből 5 Petőfi versre van írva a dal, 4 saját verse írta Arany, és még van egy Amadé Lászlónak a költeménye. Mi ebből a 10-ből 8-at játszottunk el, mennyi fért a mai műsorunkba. Tehát Arany, aki költő, de dalszerző is, így a párhuzamok és az ellentétek jegyében. Gyerekkorunkban találkoztunk a zongoratanulás mellett az orgonával, és utána a régi zenei repertoár szeretete miatt jött be a képbe a csemballó és a többi régi billentyűs hangszer.
Az idei fesztivál témája az ellentétek és a párhuzamok. A két hangszer között a párhuzamot értem, de ellentét? Az ellentét igazából ott bontakozik ki, hogy az angolok voltak az elsők, akiknél a barokkban elkülönült élesen a csemballóra írott művek repertoárja, illetve az orgonára írott művek repertoárja. A német szerzőknél ezeket lehet váltogatni, Bachnak több műve is működik többféle hangszeren, viszont az angolok nagyon figyeltek arra, hogy a történelemben először ők megkülönböztessék ezt a két hangszert, és az adott sajátosságaiknak megfelelően komponáljanak rájuk. A ma esti koncerten az angol restauráció korának, tehát az 1660 utáni időszaknak a billentyűs műveit szólaltattam meg, kiemelten John Blow műveire, aki Henry Purcellnek volt a mestere, és ebből próbáltam egy csokorra megmutatni a lelkes közönségnek. Ben alakult az Ars Pro Toto énekegyüttes. Annak apropóján, hogy a Csíkiszékely Múzeumban található Kájuni kódexből bemutassunk egy csokorravalót, akkor összeálltunk néhányan a Nagy István Művészeti Középiskola tanárai, és elkezdtünk együtt énekelni. Az idén az ellentétek és párhuzamok témakörében az együttes olyan műveket válogatott össze, amelyek főként szövegeikben megegyeznek, viszont korban nagyon eltérő időszakból származnak, egészen a 9. századtól eljutottunk a 17. század legvégéig, Közép-Kelet-Európától elegészen a Temze partjáig. Csíkszeredai diákok vagytok? Igen, mind a Nagy István Művészeti Középiskolában tanulunk. 8-an vagyunk a 10. osztályjal, végeztünk most, és van egy 8. osztályjal végzett lány és egy 9. osztályjal végzett fiú közöttünk. Ezen az utcazenén direkt barokk korszakból választottunk zenéket. Figyeltünk az esemény mottójára és a párhuzamokra és az ellentétekre, így az is, hogy néha egy ember játszott, néha pedig van, hogy 9 ember játszott egy darabban, ugyanakkor arra is figyeltünk, hogy a kortárs zenét is bevonjunk az ellentétekbe, így két kortárs mi is megszólalt, Bartók Bélától és Farkas Ferenctől. A
fesztivál hangulata befolyásolta azt, hogy ti magatoktól így összeálljatok egy csapattá? Mindenképp. Az előző évek tapasztalatai, meg a lelkesedések, meg azt láttam régebb, hogy annyi művész van ebben a városban ezen a héten, és ennek a lelkesedésnek, ennek a sok zenei élménynek a hatására került képbe ez az utcazenei ötlet. Ványolós István és Bács Anna kerestek meg, hogy ők tizedikes Nagy Istvánosokként, ők utcazenélnének, engedjük-e? És szépen ők a programot összeállították, mi a mediatizálásban segítettünk, támogattuk őket, és nagyon-nagyon jó üdes színfoltja volt, és büszkén nézheti mindenki, hogy valóban ez a régi zene a csíkszeredaiaké. Egy új szerepkörbe vagy itt? Egy nekem régi szerepkör, csak a Csiki Fesztiválon erre még nem került sor. Valamikor a 2000-es évek elején csináltam mozgó CD-boltot, remekül érezzük itt magunkat, és ezzel zenét is szolgáltatunk. Én ezt fontosnak látom, jönnek, hogy ezt tegyük be, azt tegyük. Ha nem jönnek, magamtól beteszek egy-kettőt. Szép könyvek, kották is vannak köztük. Azt hiszem, hogy ez része a régi zenész missziónak egy kicsit. Éppen ma vagyunk 36 évesek, úgyhogy nekünk ez az ünnep része, hogy kicsit abból, amin ennyit dolgoztunk, valamit tovább tudunk adni, és azoknak is, a kollégáinknak a munkáiból, akikkel együtt is, vagy más felállásokban, de dolgozunk. Tehát, hogy a régi zene maradjon mozgalom egy kicsit, ne csak ilyen egyéni hajók a nagy tengeren hánykódnak, jobban kell tudnunk egymásról, és több áthallást csinálni. Akár a mi együttesünk, akár a Barokk Fesztivál zenekar tagjai, nagy részt a művészeti középiskola tanárai vagyunk, és hát egész évben foglalkoztat minket is a régi zenefesztivál, hiszen amint lejár az egyik fesztivál, már is kezdünk készülni a következőre, és így óhatatlanul is bele szőjük néha az órák folyamába ezt a témát. Ezen túl pedig 2008 óta létezik a fesztivál keretében az úgynevezett Régi Zenei Nyári Egyetem, amely igenis megmozgatja a diákságot. Nagy részt csíki jelentkezők vannak, de jönnek Erdély más pontjairól, Magyarországról, vagy más országból is ide valamilyen hangszeren vagy éneket tanulni. A proporció csak a fúvósokkal és a lantokkal indul, a vonósok jönnek az ismétlésre. Bár elgondolkoznék egy csellón azért abban is igazából a proporcban, hogy együttek legyünk. Ez lesz a tempó, jó? Milyen itt tanítani? Feltöltő, nagyszerű. Én nekem mindig ilyenkor visszatér a hitem az emberiségbe, úgymond, hogy fiatalok ennyire lelkesen a kvázi szabadidejüket erre fordítják, hogy itt tehát csodálatos produkciók voltak a kurzuszáron, nagyon szép zenei pillanatok. Ez nagyon feltöltő. Zeneiskolában dolgozom Magyarországon is, csellót és kamarazenét tanítok, és a koncertszervezésből ott is ki szoktam venni a részemet, és azt a visszajelzést kaptam az elmúlt években, hogy akár a műsorközlés is jól áll nekem, hát azt mondtam, hogy akkor én ezt felvállalom, a többi tanár pedig azt mondta, hogy örömmel beleegyezik. Egyszerre nagyon izgalmas, és persze kihívást is tartogat,
de ahogy figyelünk egymásra, mindenki megtalálja a maga útját, és egymáshoz is, tehát nem csak rajtunk keresztül, hanem valóban a kisebbek, nagyobbak bent a csoportban is nagyon szépen együtt tudnak muzsikálni. Jártok a nyári egyetemre is? Igen, a legtöbben közülünk járnak, vannak néhányan, akik nem, de a legtöbben ott vagyunk. És nem először? Igen, így van. Már visszatérőek vagyunk mi is itt. A fesztiválzenekarból is sokakat ismernek a kollégák, hogy néhány évvel ezelőtt még ő is ott ült a kamarakurzuson, ott volt esetleg valamelyik hangszeres kurzuson, és most az előadók között szerepel. Szerintem ezt erre lehet számítani a későbbiekben is, hogy kinevelődnek a mostani kicsik közül a későbbi fesztiválok fellépői. Műsorban a Simeon imája a Nunc Dimittis benne volt, és úgy beszéltük meg, hogy ezt a nagyon szép hála imát, ami amúgy a Bibliában is benne van, a Lukács evangéliumában, énekeljük és ajánljuk fel Boér Károly lelkének, aki távozott tőlünk, és egyben állítsunk emléket neki, nagyon hiányzik. Együtt szerveztük és terveztük a Régi Zene Fesztiválnak ezt a kiadását, és így még fájdalmasabb az ő hiánya. Ketice koncertmesternek az ötlete alapján a műsorfüzetben sem jelent meg a részletes program, csupán egy kicsit filozofikus szöveg arról, hogy mit jelentenek az ellentétek és a párhuzamok, és az időnek milyen szerepe van ebben, és arra hívott minket, közönséget és résztvevőket egyaránt, hogy engedjük, hogy a zene átjárjon bennünket, mint egy fehér lap, valahogy úgy vegyünk részt a koncerten. Próbára teszi egy picit a közönséget is, a szervezőket is, de hogyha minden összeáll, akkor valóban olyan felejthetetlen koncertélményben van mindenkinek része, amilyen azt hiszem a Régi Zene Fesztiválon mindig is szokott lenni. Te is felléptél, ez újdonság. Igen, 3 éve énekelek a Lux Aurumquében, és amikor ez a gondolat megjelent, hogy ez a koncert 3 kórusművet is igényel, akkor hát nagy örömmel vettem részt. Egy kicsit húzós volt a szervezés mellett a próbákkal, de hát hónapok óta járunk próbára, és erre készülünk. Ványolós András olyan karvezető, különféle műfajban vannak kórusai, és a Lux Aurumque az egy kortárs művekre szakosodott, azokat dolgozza föl, azokat próbálgatja, és így jön az Árvopert is ide, hiszen nagy szeretettel énekli a Lux Aurumque az Árvopert műveket is.
nehezebb, fellépni vagy szervezni? Szervezni. Egyértelműen a fellépés, most látom, hogy nagyon-nagyon sok energiát ad, pihentet, és sokkal jobb a kedvem a szervezéshez, és azt is látom, hogy kiegyensúlyozottabb és nyugodtabb is vagyok. Azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy készüljünk fel mindenre, gondoljunk át mindent, amit átgondolhatunk, mert csak azután jönnek a váratlan dolgok. És ez nem egyszer történt így az idei fesztivál ideje alatt is. Akkor tudtuk meg, hogy a színpad rosszabb állapotban van, mint gondolták, és le is fogják bontani a fesztivál ideje alatt, amikor már készültünk a sajtótájékoztatóra feldíszíteni. Véletlenül derült ki, igyekeztünk a lehető legjobban megoldani, nem is szerettem volna, hogy a színpad történet rányomja a bélyegét a régi zenére, vagy elvigye a sztorit, mert fontosabb nekünk, hogy találkozunk, együtt vagyunk, minőségi zenét hallgatunk, és megoldottuk. 40 önkéntessel dolgozunk, zömmel középiskolások, tinédzserek, itt vannak körülöttünk, és el kell mondanom, hogy nagyon hiányzik Fazakas Gabriella, aki 12 évig volt a koordinátora ennek a fesztiválnak, és úgy hagyta ránk, hogy feladatmegosztással nagyon jól tudtuk folytatni, úgyhogy egy szépen kidolgozott, szép rendszer maradt ránk. Gyönyörűen felújították a Henter kúriát, és azt hiszem a Régi Zene Fesztiválnak egy csodálatos helyszínt biztosít most. Nagyon sokat dolgoztunk, hogy ide elérjünk, ez teljesen a földig volt tarolva, csak a falak és a kilógó kémények látszottak, totál romos állapotban volt ez az épület. De hála a jó Istennek, hogy most már egy ilyen színvonalas rendezvénynek is a helyszínen lehetünk, feletté bőrvendek, hogy minket választottak. Azt gondolom, hogy ennyi értékes művész ember itt megfordul, akkor ennek lesz haszna a jövőbe, mert a Henter család az nagyon támogatta a művészetet, a költészetet, a Kelementelki kastélyba fogadták Jókai Mórt és Petőfi Sándort, úgyhogy építettek templomokat, és rengeteg pénzt áldoztak a kultúrára, és azt szeretnénk, hogyha mi is ez a hagyományhoz igazodva igazi fellegvára lehetnénk a továbbiakban is a magyar kultúrának.